you from across the room. When our eyes met, I never knew that I could feel this way, and it's kind of strange. Gyertek be. Megérkeztem. Szóval rá izgultam magam. Igen? Igen. Áttól szettig átnézni minden? Megvan a hajó! Hogy kerülsz erre a hajóra? Tehát a sztori az, hogy a Balatonon akartam menni egy hajót, és 36-37 lábasokat néztem. Nagyon magas volt az áruk, és egyszer bementem a hajóba, és ez egy kicsi. Véletlenül elkezdtem nézni a külföldi oldalakat, hogy pont 50 lettem, apropóként azt mondtam, milyenre lehetne egy életmódváltást csinálni. Veszek egy hajót és lelépek. Páromat beállítjuk home office-ra. Én home office-ba vagyok egyébként, és persze van egy nagyon jó supportom, úgy hívom, hogy Kundalini Zsolti, és hát elindulunk. Tehát most a hajó felkészítés történik a Zsolti segítségével. Hajónak tenger, és akkor sok sikert és köszönöm. Békés, boldog életet kívánok ezen a gyönyörűséges hajón neked. Köszönöm. Remélem, hogy tudod, mindig visszafogott vagyok. Megcsináltak! Itt sétálunk egy píren, és nem Budapesten vagyok. Igen, megcsináltak! Vettem egy hajót, bazd meg! Nincs hatos villamos! Nincs! A tegnapi bohózkodás és viszkizés és egyéb kis kellemes kikötői ismerkedés után ma végre belecsapunk a kemény melóba és átnézzük a hajót, ma lesz az átadás átvétel, ma lesz a kidaruzás. Úgyhogy... Jó! Ezt most jól megszakértetted! Kivette a hajót, lemossák az alját, aztán megy a helyére, és végre át tudjuk nézni, hogy milyen állapotban a hajónak az alja, úgyhogy majd kicsit szemügyre veszük alaposabban. Izgulsz? Ez már annyira nem, mert nincs sérülés rajta. Hány méter hosszú a hajod és hány méter hosszú a hosszabbítod? 13.55 a hosszabbítom, az nem tudom hány. Akkor fönt húz ki a hosszabbítódat, és akkor már a hajó végéről meg tudod csatszolni, hogy el fogod odaérni. Na Tibi, akkor most van áram, vagy mi van? Várjál, maradj, légy szíves, intézkedem. Ennyi múlott. Mennyin? Hát nézd meg. Figyelj, jaktosok vagyunk, old meg. Húzd el a hajót. Jön egy biciklis, mennyire balesetveszélyes a kifeszített 220-as hálózati kábel? Ne biciklizzenek itt! Hát attól függ, hogy szőke jön vagy barna! Ja, hogy ez ennyire laza? Aha. Hát akkor feszítsd ki rendesen, hogy elkapja a nyakád. Engem gombos meg fog ölni. De majd rád fogom. Na, megcsináltuk! Mondja azt valaki, hogy könnyű a jaktosok élete. Yes. És újra megérkeztem. És, ami nem mindegy, panorámás a keccó. Nézzétek meg! Akkor értékeld a mai napot, Tibor, kérlek. Hát összességében jól sikerült, nem volt nagyobb sérülés a hajón, megúsztuk. Ez ilyen iparszerűen megy itt a hajó kibeemelése, úgy látom. Hát persze az ember fizet 800 eurót, hogy kiveszik meg, beveszik egy órás munkáért, azért sok. De hát nekik van gépparkjuk, ugye? És Tibi, mondd el nekem azt, hogy milyen érzés volt, amikor először bejöttél a kis tatyóddal, beraktad, és itt hagyott az ember, és egyedül voltál a hajón. Az első éjszaka milyen volt? Ezt is bevettem a snüszt, lenyugtattam magam, mert ideges voltam végig, hogy jó a hajó átadás, átvétel elkezdődött tulajdonképpen. Utána mentem a hajóba egy 4 kört belülről, kívülről. Utána megnyugodtam, mentem megint 2 kört. Lefeküdtem, aludtam egy negyed órát, fölkeltem, elkezdtem kapcsolgatni a lámpákat, a fényeket, és azt mondtam, hogy innen már nincs feljebb. Gyerekek, tényleg nincs feljebb. Nézzétek meg. Itt vagyok a hajomon, shipyardon. Megvolt, megvan, ennyi.
Na, az a helyzet, hogy aggodalmaink vannak, a hajó kiemelése után találtunk lent a tőkesúlynál, ott van a legmélyebb pontja a hajónak, oda folyik össze a víz. És hát találtunk egy kis vizet, amit most a Tibi kiszivacsolt. Szakszerűen meg kell állapítanunk, hogy ez tengervíz vagy édesvíz. A tengervíznek nem örülnénk, az édesvíznek viszont örülnünk kell. Na nézzük, elég koszos. Édes? Édes, teljesen. Akkor nyertünk. Édes, olajos. Na, akkor itt is lejött volna. Az, hogy nem volt már, Isten tudja mióta lecsiszolva rendesen, tehát ezt fillerre ki kell tolni. Meg kell nekik mondani, ezt a területet kiszolják, de tegyünk. Lássuk ezt, hogy itt mi történt. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I become. I've been running east, looking for something, digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket. All along.